Szeretettel üdvözlök mindenkit, Kardos László vagyok. Szeretnék bemutatkozni. 2012 óta használok Linuxot. Előtte még mindenki Windows operációs rendszereken nőttem fel, kezdve a DOS-tól, 3.1-en át, egészen a Windows 7-ig használtam, amikor is megmondtam a rengeteg vírus a Windowsnak a hülyeségét. És ajánlották nekem a Linuxot, próbálkoztam Ubuntu-val, de igazából nem fogott meg annyira, és keresgéltem nagyon sok rendszereket, próbálkoztam velük, tesztelgettem őket, de valahogy egyik se fogott meg, és a következőkben a káosz operációs rendszerről fogok beszélni, az az egy, ami megfogott kávé a felülettel. Rengeteg segédletet írtam, tehát amit kaptam, szerettem volna visszaadni a magyar közösségnek, és tavaly szeptember 4-én vettem fel Porcsi Nászlóval a kapcsolatot, aki a Linux Hangyagoknál írta a cikkeget, hogy mit szólna hozzá, hogyha létrehoznánk egy közös oldalt, ahol tehát Linux disztribúció bemutatókat írnánk, segédleteket írnánk, és akkor próbálnánk toborozni embereket, akik segítenek ugye bejegyzéseket írni. És akkor decemberben született meg a Linux Café. Ebből az indokból. linuxcafé.eu oldalon érhető el. Mi az a Chaos Linux? Az a Chaos Linux egy független, Arch Linuxon alapuló, de attól függetlenedő operációs rendszer, KDE felülettel, ami egy rendezét az első K betű. KDE 5 plazma felületet használja teljes mértékben, külön tárolókat, tehát az Arch Linuxtól így teljesen elkülönhetett. Gördülék egy kiadási modellt követi, ami azt jelenti, hogy mindig a legfrissebb szoftvercsomagokat kapom. Én meg mondom, hogy szintén személy szerint nagyon szeretem. Tehát az egyik legjobb, legstabilabb, és igazából mondom, még nem volt fele. Ezt hangosítom is, és próbálom a magyar közösségnek előadni, bemutatni. Miért érdemes ezt választani? Hát ugye, akik Windowsból térnek át Linuxra, igazából ez az egy olyan felület, ami tényleg hasonlít is Windowsnak a startmenüs felületéhez. Aurora, vagy hogy mondják. Tehát, meg hát igazából Linux, tehát vírust nem igen találni rá, hogyha van vírus, vagy akármilyen hiba, az napokon belül kijavítják. Csomagokból, hogy milyen csomagokat tartalmaz. Irodai szoftvercsomagnak a Kaligrát használja, tehát az egy Qt alapokon programozott irodai szoftvercsomag. Személy szerint nagyon preferálom, csak egyetlen egy problémám volt vele, hogy a Microsoft Office-os PPT kiterjesztést nem nyitotta meg. De az ODP-ben semmi gondja. A csomagokhoz még lehet sorolni a népszerű KDE alkalmazásokat, K-val, Crusader, fájlkezelő, akkor Quashell, IRC kliens. Igazából amit KDE-re megírtak, az benne van. Milyen célra készült? Abból a célból készült a Chaos Linux, hogy megszélozza az átlag felhasználókat, ne kelljen nekik Arch Linux alapon beállítani, tehát config fájlokat szerkeszteniük, hanem egyszerű beállítás kezelőben meg tudják oldani a problémáikat, hogyha akarnak persze. Miért nincs belőle, tehát nincs belőle a 32 bites kiadás, és miért? A fejlesztő úgy van vele, hogy
ugye a 64 bites processzorok az körülbelül 10 éve kint vannak a piacon, 32 bites processzorok azok már nagyjából be is fejezték a gyártását, hogyha jól tudom, és ugye nem szeretné megingatni a rendszer 32 bites hívekkel, tehát így, hogy a Skype az például nem is működik rajta. Mert a Skype valójában egy 32 bitre lett megtervezve, leprogramozva, viszont ugye 64 bitesen is adják ki, de ahhoz kellene nekik 32 bites függősége, és ezt nem szeretné a rendszerbe belefejlesztő. Neki az a célja, hogy egy atomstabil rendszer adjon a felhasználónak. Csomagkezelés és beküldés. Csomagkezeléssel kapcsolatban Pac-Man csomagkezelőt használ, ugye ami az Arc Linuxban is az alapértelmezett csomagkezelő. És amik az Arc Linuxban működnek szoftverek, azok mind működnek Arc Linuxban, viszont csak ugye a 64 bites kiadások, azokat lehet. A beküldés az úgy működik, hogy GitHub-on regisztrálni kell. Van egy organization rész ugye a káosznak, és ott ott tudja beküldeni a PKG bújlat fájlokat a felhasználó, vagy a csomagoló. Hogyha valamilyen csomagot nem találunk meg a tárolóban, azt a be lehet küldeni. Elnézést, ez még az első. KCG tároló. A KCG tároló, ez a káosznak egy community, tehát közösségi tárolója. Ide lehet beküldeni a szoftvercsomagokat, PKG-bújlat fájlokat. Amit mondtam is, hogy nem található meg az alaprendszerben, mint például a Sublime Text Editor, vagy az ének, azok mind megtalálhatók csomagtárolóban. A fejlesztő egy spanyol úriember, aki diszidált Amerikában jó pár évvel ezelőtt, Anke Porszama, nem a kérdésem, bocsánat, tehát Dem, ő az, aki a tökéletességre törekszik, tehát ő fejleszti egyedül, lehet neki segíteni, lehet segíteni a honosításba is, tehát igazából mindenben. Annyit kell tudni a Chaos Linuxról, hogy Calamers telepítő framework-je van, tehát keretrendszerek, amit a Blue System fejleszt. Igazából a Blue System, aki a KDE területet is fejleszti. Hát a közösség. A közösségről annyit kell tudni, hogy a közösségi fórumon rengeteg segítséget kaphat az átlag felhasználó. Nagyon sok segítséget található meg, tehát hogyha valahol elakadunk, akkor célszerű meglátogatni a fórumot és segítenek. Még a veteránok is, mint általában nem nagyon szokta. Letölthető a KOSX Focus honlapról, igaz ez félig magyar, félig angolni, én foglalkozom egyedül igazából a káosznak is az alaprendszer honosításával, meg a honlapjának a honosításával. És tehát 64 bites verzió van tölthető le. A fórum ugye megtalálható, ugyanúgy a KOSX Focus honlapon, mint ahogy az ember is mutatja PAPP3 fórumokat. A honosítás pedig a Transifex-en lehet elvégezni, lehet csatlakozni a közösséghez, aki szeretne segíteni, és akkor én fel tudom menni, mint honosító. És akkor esetleg kérdések.
Eszközök támogatása. Eszközök támogatása. Én tapasztalataim szerint Intel-es gépen és Nvidia-s gépen használom ugye ezt a rendszert. Igazából nekem problémám nem volt vele. Atis rendszeren még nem próbáltam ki, de Nvidia-s és Intel-es az egyből működik. Tehát az alapjáraton ugye integrálta is ezeket a videókártyás illesztő programokat a fejlesztő. Igazából, hogy a OpenGL 2 van használatban, azt, hogy át lehet állítani a rendszerbeállításokban, annál szokott kisebb probléma fennakad, minden ajánlatosabb volt átállítani az OpenGL 3.2-re, és akkor megszűnik igazából a hiba. Annyit kell még tudni erről a rendszerről, hogy 8 giga merevlem az szükséges hozzá, 1 giga RAM-mal már elindul, és mondom, hogy nem tudom, hogy diába hogy lehet betenni képeket, de színom szerint tettem volna a képeket, én nagyon szép rendszerről van szó. Hát KDE plazma 5-öt szállít, és akkor arra az egy Migma sablon, ami tőlem van. Csak KDE alak, akkor gondolom. Csak KDE, így van, mint a csapra. Kimagott a KDE. Jaurt, van benne a napon? Miért? Jaurt. Jaurt? Nincsen. Nincsen. Tehát saját tárolókat használ, bor, mely, meg ugye a testing, meg azon kívül van a KCP. Tehát jó hozzá is. Nem is érdemes már, hogy a jaurtban, vagy jaurtban benne vannak csomagok, azok a már alapú benne vannak a KCP, tehát a közösségi tárolóban. És ez a végkérdés van. Akkor köszönöm szépen a figyelmet, Kardos László voltam.